Csánépek! Gáz neki! Irány a csatába! Polákmentes szerveket kívánok! Kaptam egy csatát Csabusztól, ha jól tudom. Igen. Csabusztól. Na, a gépállatunk a Super Hellcat, a map az Fisherman's Bay, ez az új ajándéktankos cumák, amit Wargaming mindenkinek odaadott, akinek viszonylag régi akuntja van. Hát én mondjuk tök speciál, annyira nem vagyok hanyattesve tőle, kipróbáltam egyszer-kétszer, de igazából semmi olyan fantasztikus dolgot nem találtam benne felfedezni. Igazából a nagyobb átütésű, több HP-jú helyketről van szó, amit földobtak egy tírrel magasabbra. Na, mindegy. Én még nem mentem vele olyan csatát, hogy értékelhető lehessen. Úgyhogy megnézzük, mit tud a gamber, már elfejtettem. Azt hiszem 106 fejtes pen, 240-es alfa. Csabusz nem hozott bele goldot. Minek? 210-es pen lenne a goldal, ami APCR. És 240-es alfa. Ugyanúgy a látótávolságunk az hatalmas. Ugyanolyan nagy a látótávolságunk, mint a sima Hellcatnek. Azt hiszem, hát nálam ilyen... Nem is tudom mennyi. Fogam sincsen, lényeg az, hogy van. Üha! Belenyúltunk a izéba, a garázsfészekbe. Nagyon jó, track. Zsilett. Hát vakon pütyögtetünk. IKV elpucolt. Na, közelebb vágtatunk. Hát a városban a szokásos seggfogdozós téma megy középen is, úgy ahogy vagyunk. Na nézzük, lesz-e valami spotunk. T21, az nem hiszem, hogy nagyon akar manőverezni. Hoppá, volt is erről. Ne basszál már föl, kometről lepattanunk. Ezt a kurva már. Na bassz dolga. Szevasz, majom. Na. 85. Ez az jó lesz, gyere csak fiú. Nem. Hát eléggé fogyatkozunk ezen az oldalt, a másik oldalt jobban megtolják. De a KV-85 is flankeli őket. Az így nem lesz jó. Semmi. Nagyon jó. Adok egy kis speed boostot, Csabuszom. Na, mi viszul felhelkedtünk megy előre, mint a bajnokok. Maunfasza. Eddig tartott a lendület. 40 TP megy megöletni magát szerintem. 5-3. Megvan a másik. Szép. Ez az. Ez kicsit szarul jött ki. Ó, 40 TP, milyen hősies. Addig el nem fogy a HP-ja. 6-3. Ejjj, ez majdnem eldurrantott minket. 7-4. Na, 5-7, megoldottuk a problémát. Jól van. Na, klikker, ez már ide baszott. 8-5. Hát, ahogy elnézem, hiába milyen kováros. Nem sokáig, ahogy elnézem, eléggé kerítik be őket, és ez probléma. Ó, lila Type 64-es. Aj, de ügyes vagy a haverom. Super Hellcat, nem? Na, majdnem jó az. Ott van az a kis köcsög gyerek. Erről van szó. Belebasztunk egy jót. Na, on zsirály. És most hol vagy te kis tetügeci? Ajaj, azt hiszem 85-ünk az rá fog baszni a sopolygásra ott. Rá is baszott sajna. Hát eléggé tónak le minket, mint a bugyogót. Ez nem oké. Na, on nem oké. Ott megy a kis csóri. Ez az, szevasz bunkó. Úgy. Hát lehet, hogy itt meg leszünk kefélve. Sőt, kurva nagy az esély. Na, szép ez az. Beledobtál egy jót.
Mondjuk elméletileg itt nagyon jó helyen vagy. Bokor mögött, remélem, igen, azt akartam mondani, a szuperrelket remélem elkapja a retardált Dickert. VK30 utolja itt volt fel középen. Hát Nász Hornál egy darabig fel tudjuk szerintem tartani őket. Remélhetőleg. Nagyjaj, VK-nk az ellen, VK az ellen megy, meg kell fél a mi szuperhelketünket. Na, megjött Tigris P. Fák. Nem oké. Na mindegy, vad, eddig már kettő killünk, 600 valahány damázsunk. Minden öveljük. Erről van szó, már 800. Az ilyes is itt van valahol, de mondjuk a Tigris P oldalt van így egy picivel könnyebb. Á, bazd meg, ez a kurva szikla. KV2. Ó, baszki. Jó, hát az ilyes az nem probléma. Így az mondjuk. Mondjuk KV2 az még jobb. És az benne a szó, hogy mindjárt elfogy a nászolni is szerintem. Erről van szó, track plusz damage. Nagyon jó. Meg nem mozdulj. Ez az. Kis assist. Bedöntötte nagyon. Esetleg torony oldalba csabuszom, csak úgy kérdezem. Ez az. Nagyon szép. Nagyon zsilett. Jó. Ezeket itt kicsit megállítottátok, nem baj. Helyeket, hogy elnézem, mindig szórakozik. Hát, ez poziváltás lesz. Ajaj. Jó, mondjuk jó, tolja csak a KV2 magát előre, azból nekünk nem lesz baj. Legalább szájon lehet tépni, csak érdekes, hogy egy ekkora fos heavy tankról leesik a spot, amikor Nászlom már egyszer kispotolta. No mindegy! Na, ez az! Most lehet szedni csak... Nice! Mi van, köcsög? Nem jött össze, mi? Elfogyott sajnos a szuperhelket a másik oldalon. Amilyen így gyanús lesz, hogy előbb-utóbb a VK-ben lesz a popingba. Nagyon jó. Nászon kikapcsolta. Eljaj, Tigris P, ez így problémás. Ha csak nem tudod előni a torony oldalát, vagy a tetejét, úgyis jó. Mert az elején annak 200 front, bár szerintem a hasa bemenne anélkül is. Bemenne a hasa szerintem gold nélkül is. Csak a felső lemezével lennénk problémásak. Igazából Tigris P-nek csak az eleje 200-as, de ezt az albázat megtaláljátok a Ferdinándon. Hát ott már eléggé gyenge tud lenni. Na, speed boost-tal mész. Nászhol előteljesen visszavonult, gondolom megszedegették. De mivel bezsebeltünk 3 killt, 1676 damage-nál járunk. Szerintem vaklövés nem volt. Kíváncsi vagyok, mikor ugrik elő majd a VK30 pia seggünkből, bár szerintem a Nászhornak van annyi sütni, hogy elment nézi azt az egyenest, amennyire tudja. Hát, ha arra manőverezik a kis szarevő. Na, adok neked még egy kis speed boostot. Á, megjött, akkor szuperhelket jött meg, nagyon jó. Nászon szétcsapkodta. Tigris P megindult. Jó lenne megszedegetnéd még, Csabi, egy két-három lövésből ki is húznád a fiút már. Csabi, baszki! Csabi! Ja nem, Nászon az full HP-n van, nagyon jó. Eléggé kiélezett a balhé. Igazából Tigris P szerintem annyira nem fog tudni elbújni, egyedül ami aggaszt engem az a VK30P, hogy bemanőverezik ide. És nekem az annyira nem tetszene, hogyha elkezdeni kefélgetni a hátamat. Ó, VKP középen. Á, de jó helyen van ez a domb. Hát ő is meg lenne 3 lövésből. Ha jó dob a gun, akkor 2-ből. De nem hiszem, hogy olyan túlságosan jó a rengéd lenne, mint hogy általában nekünk sincsen jó. Aztán elengedett rá egy vakot. Szedegeti valahogyan. Hát, de csak kivett belőle valamit. Még mindig speeddel mész, bro. Történjen valami. Hát az ilyen állóháború sajnálatos módon az ilyen. De mivel mindketten Bushcamper TD-k vagytok, te is, meg a Nászhorn is, neked csak annyi az előnyöd, hogy forgó tornyodban meg gyorsabb, mint a Nászhorn, de attól függetlenül kb. Pont ugyanolyan papír. És ha van ezt a VK-nak, meg a Tigris P-nek, akkor már töltött nektek egy kis... Szakasz megalakul! Mi a picsát? Lepeszt. És akkor pikpakkel tudnak titeket intézni kényelmesen. Ah, VK burogatott egyet. Ó, ez az. Ó, ez az. Ó, ez az. Ott volt az, ott volt az. Baszki! A kurva száját. Na ez az! 243, nagyon jó.
Máshol meg szerintem nem lát el odáig. Szedd ki! Mindjárt lejár az idő sajnos. Ez probléma. De a VK úgy néz ki, hogy a falu felé akar kerülni. Hát mondjuk nem egy rossz ötlet, hogyha pozit váltotok, tehát ebből a szempontból értem én a nászont. Mondjuk így jó, mert két oldalról lehet őket rúgdosni. Szorít az idő. Tudja, hogy itt vagyunk. Ez az, gyomor szájon. Papíron gyorsabban töltesz, mint ő. Papíron? Nem. Baszki, Csabi! Most ez mivel lőtt? Kisgános lehetett? Vagy mi a picsel? Miek ezek a 130-as sebzések? Érdekes. Közben még a VK-30 rogányában rohangált, vagy mi a fasz? Na, mindegy, Csabuszom, hogy én a lőlapot néztem, döntetlenre jött ki, ami egyelő a vereséggel. Nem gond, én be is harangozom, mi történik. Na igen, döntetlen lesz, jól látod, barátom. Neked van 3 killed, 2159 damage-od, 1500 assistod, ez teljesen király. Nászfordnak van 4 killje, fogalmam sincs, mennyi damage-a van. De ezt a VK-t már szerintem rohadtul nem fogjátok utolérni. Mindegy, Csabuszom, teljesen jó kis csata volt, attól függetlenül, hogy kikaptatok. Én elégedett voltam vele, jó kis lövöldözés volt ez, szerintem helytálló volt. Csabuszom. Kösz a csatát, haverom. Jó volt. Csá népek.